sziasztok, most elmegyek megnézni egy használt kocsit. Vannak ezzel kapcsolatban aggályaim. Egyrészt egy olyan márkáról van szó, amiről az életemben nem hallottam, valami unik vagy unik francia kocsi ráadásul, úgyhogy ami érdekessége, hogy a mindenik az 1.2-es motorja van. Azt írják, hogy 18 lóerő, de ez nyilván elírás. 7-ben készült maga a kocsi, úgyhogy annyira nem lehet öreg. Egyébként egy benzines kis autóról van szó, már amit láttam róla eddig. El kell hozzájönni ide az Isten háta mögé. Ott is van. Jó van. Ez lenne az? Ez, igen. Egy része, de balra melletted van az alvász. Szóval akkor még nincs is egybe rakva? Hát már nincs, hogy pontosak legyünk. Aha. Mert ez ugye 110 éve volt egybe. És hát láthatóan egy kicsit bágyat, de a korához képest jó. Hát ahogy elnézem, a fényezés nem épp a legjobb. Nem volt ez csúnya. Csak gyanú szerint első világháború környékén lett átpacsmagolva, nem nagyon gondosan, és alatta előbújta az eredeti festék, és odáig visszaszedem. Akkor lesz szép. Ez is központi záros? Igen, láthatóan, igen. Aha, azért az üléshúzat nincs a legjobb állapotban. Hány személyes ez a kocsi? Hát négy. Igazából manapság már ötnek mondanám, de akkoriban még az volt, hogy nem így kellett kocsikázni, hanem így. És csomagtere? Ott hátul az ülés alatt van valami, de az se olyan nagyon. De azért egy hétvégi nagy bevásárlás, az belefér? Hát az inkább itt a lábhoz. Mennyi lehet ez 60-80 literes, tehát mint egy minek van ekkora ilyen mikra tárgyai, meg a Smartnál azért egy kicsit komolyabb, de meg nagyjából, mint a régi bogár. Tehát nem az is... Hát, nagyjából ez a kategória. Igen. Előző tulajdonosról tudunk valamit? Nem tudunk róla semmit. És az, hogy ez hogy került Magyarországra? Hát ez valószínűleg ide készült. A gyárban nem nagyon gyártották így egybe. Mondjuk később, mikor ők taxit is gyártottak, az nyilván saját, meg mit, az egy másik dolog volt, de ilyen egyedi megrendelésre ezt is úgy legyártották, és akkor Bécsben csinálták a karosszériát. Ezt taxinak használták korábban? Ezt nem. Jó, örülök neki, mert nem akarom, hogy egy ilyen széthajtott kocsi legyen. Borzasztó strapabíró volt. Ugye 110 év alatt ez egy, nincs rajta egy dekarosda az alvázon. A sárvédőkön ilyesmi ott már van, de ott se annyi, mint amennyire számít az ember ennyi idő után. Ez a kesztyűtartó? Mondjuk, igen. Forgalmi, ez benne van, vagy? Igen. Benzintartály. Ez mennyit fogyaszt? Nem tudom, mennyit fogyaszt, azt szerintem senki nem tudja. De nem volt annyira rettenetes. És milyen motor van benne? Ott van a sarokban. A négyhengeres soros az egyértelmű SV vezérlés. A másik oldalon van a motoron egy gyári tábla, egy bronz. Ott van, hogy Richard Brazier Unik, és a C sorozat. Hát gumit kell hozzá. Téli gumi is van hozzá, vagy csak nyári szett? Ne, hát ez csak pénzkérdés. Ha már a pénzről beszélünk, mennyiért adná? Hát ez szerintem nincs ára. Tehát ez egy Breuger festménynek mi az ára? Na, szóval körülbelül ennyi. És mikorra lesz kész? Mikor lehet érte jönni? Ha csak én csinálom végig, akkor még minimum 2 év, inkább 3. Hogyha jön segítség, akkor attól függően lehet gyorsulni. És kiknek ajánlanád ezt a kocsit megvételre? Név szerint mondjam. Leginkább senkinek. Hát ezzel úgy vagyok, mint a öreg, a Bugatti mester, hogy jött a vevő, és akkor mondta, hogy hát ilyen ember nem ülhet Bugattiba. Tehát nekem ugye ez is számít, hogy a masinának a
a lelkületéhez illik-e az, aki meg akarja venni, vagy... És szerintem most nem tudok olyat, akinek én ezt szívesen odaadnám. Hát, ezt a kocsit biztos, hogy nem fogom megvenni. Viszont ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!